Már a kakasdiak nagyon vigyázzák, ikonikus épületük, a faluház technikai színvonala hagyott kívánni valót maga után. A település költségvetése nem tette volna lehetővé sem a teljes körű felújítást, sem a korszerűsítést, mondta Selné Simcsik Arsalya polgármester. A település életében is egy mérföldkövet jelent, hiszen ennek az épületnek a modernizációja szükséges volt, maga az állagmegóvás is, hiszen itt rendkívül sok rendezvény zajlik, helyi és közösségi eseményeknek, rendezvényeknek ad otthont, hagyományőrző programoknak, konferenciák megrendezésének, esküvők, bálok megvalósításának. Úgyhogy én azt gondolom, a hosszú távú, illetve jövőbe mutató kihasználás szempontjából nagyon-nagyon sokat köszönhetünk ennek a programnak a megvalósításában, a pályázat megvalósításának. Kakast két ütemben közel 406 millió forintot kapott a korszerűsítésre. Molnár Árpádtól nem egy főépítésze azt mondta, a kormányzat első számú célja Makovecz Imre életművének további éltetése volt. Tolna megyében négy Makovecz épület áll. Kettő vállalkozások tulajdonában van, kettő közcélokat szolgál, illetve vallási célokat. Az egyik a Hotel Dombóvár, Dombóvár központjában, a Szekszárdi Siócsárda, mint tudjuk, azzal is elkezdtek hál' Istennek foglalkozni végre. És a két nagy volumenű a Paksi templom, amelyik 150 millió forintos támogatást kapott december 30-án, és hát a legnagyobbat, majdnem fél milliárd forintot, 406 millió forintot a Kakasdi faluház. A makovecz életmű megmentésére már 2013-ban döntés született. 2015 óta teremtődtek meg a források is. A mostani kormányzati döntés 12,5 milliárd forinttal támogatta meg az épületek rekonstrukcióját és korszerűsítési munkáit országosan.